csináljátok. A mélyben tetted Leventi cipőt, nem kell levetni. Nem veszük fel ezt a cipőt, ezt kitesszük a Mikulásnak. A Mikulásnak a cipőbe megyünk be a terembe. Hol a csizmát? Most ide. Mind a kettővel? Kész van! Ha kész van, mind a kettőt. Másikat is, jó? Mind a kettőt. Ne a talpát, ne szedjed más árat belőle, erre oldalt törölje. Jó. Aki kész van, mind a kettővel, ide tesz szépen egymás mellé. Jó? Nagyon ügyesek voltak. Maja, neked nincs törlőd? De nincs, hát ott voltam és azt mondtad, hogy van. Ilyen bakulillán, nagyon nehéz dolgozni. Nem kell azt annyira kitakarítani, oda tegyétek sorban mind a kettő cipődet. Aki ide tesz, az úgy át jól a sorban. Kész vagy, nem jön ki a dokok, hogy kész vagy, oda tegyétek szépen sorban cipőt, mind a kettőt. Egymás mellé a kettő cipőt. Mi a talpát? Nagyon jó, hogy erre kellett a cipőt, nem a talpát kell. Nem a talpát, erre kellett a cipőt. Mi volt a jelem az óvodába? Ha jól emlékszem rá, egy és. Kész. A fiamnak fegy egy autó. Hát tegyük ide Nem nincs meg a párja. Megvan, itt van. Mindjárt viszi. Levi, hozzad a párja. Nem tudom felbújtani. Hozzad a párja. Jó lesz. Akkor kérem, ne? Jó lesz. Jaj, bocsánat. Jó lesz. Összetudjátok a cipőt. Másikat is hozzad. Még nem vigyázz a cipőt, mert egy ilyen vagy. A szobón érve fegyed. A rongyokat, gyerekek, aki kész van, ide tegye, jó? Ide tegye. Itt is te. Kettős hóba is tehetjük, Aumi? Mert nem félre lesz. Csígéd, hogy a cipő is gyönyörű legyen a Mikulásnak. Gyerünk, Zoli, hova fogunk? Nem, ide. Első két sor a miénk. Megbeszéltük, hogy vagyunk. Első két sor a miénk. Megint az első volt. Maja, hol is? Szia. Az első két sorban, ahogy megbeszéltük. Első két sor a miénk, gyertek egy kicsit én. Gyertek, ezt tettek? Ez az első kettő. Úgy, mint mikor bent voltam veletek valamelyiknak, és akkor próbáltatok. Ki jött a végén? Ki jött a végén? Ki jött a végén? Ki jött a végén? Gyere, hagynád! Eszter is ülhet ide! Köszönjük! Kicsit, nagyon kicsit. Te meg itt egyenesen nősz, nem hátra nézünk. Előre. Miért itt az autókkal? Thank you.
is. Ott nem lesz jó, mert oda megy a Mikulás, nem kér el tőle. Azt mondtad, hogy ide tegyünk még mögé, három már. Legyen a bumstelen kapott!
Megszabadultam a lókától. Mehetek tovább. De hol a kesztyű? Jaj, rend van! Indulhatok! Ha-ha! Egy nyúl! Elbújok itt a fa mögött, és nyakom csípem őkelmét! A farkas! Jaj, a farkas! Gyorsan átváltozom! Jaj, nem jut eszembe a varázsige! Hogy is van? Putyalába, macskafüle, egérfarka! Jaj, jaj, nem jó! Gyerekek, segítsetek! Jó! Igen, igen! Békalába, egérfarka, kutya, szőle, tarka, barka! Illabe, nába kerek! Én most, Dániel, tarkas, medve legyek! No, no! Farkas, koma! Brum, brum! Lassan a teste! Ne haragudj, kedves medve, koma! De én! Nyúlnak hitelek! Ha-ha-ha! Még hogy én nyúl? Tényleg, te farkas! Hova már itt sem vagyok, mert ha itt sem vagyok! Brum, brum! Ez is áll. Már nagyon vártunk téged. Honnan jöttél? Megérkeztem Télországból. Kisgyermekek, jó napot! Tudom, nagyon vártátok. Tudom, nagyon vártátok már, hogy múljanak a napok. Siettem is ti hozzátok. Csengőszánon szaporán. Szikrát szólt a szarvas talpa. Úgy suhant az útporán. Hol, mit láttam? Nagy könyvembe minden este beírom. Megtelt könyvem sok-sok lapja, elfogyott a papírom. Van egy kicsi toronyszobám, benne furcsa műszerek, világhírű messze látunk, jégüvegén fókeret. Ha én abba betekintek, higgyétek el, nem csoda, akármilyen messze laktok, mégis belátok oda. Holnap már a mesehegyből, tekint ide Mikulás, küldjek nektek hófelhőket? Igen! De vétek, hogy hullahó? Igen! Frissen esett pihehóban, hócsatázni sem tilos. Attól lesz majd jobb az étvágy, és az arcotok szép piros. Tip-top, tip-top. Körbejárok az üveghegy tetején, mikor a messzeségből vígdalotok szár felé. Ha táncban elfáradtam, megpödröm a bajuszom, belebújok hóágyamba, nyújtózkodom, aluszom. Mikor aztán fölébredek, ajándékot keresek. Túl az ezer jéghegy erdőn, hová sosem ér a nyár, ott van az ész, széllel bélelt, hóból épült palotám.
Kedvetekért jövőre is teletömöm sákomat. Ezer évig megtartom még ezt a jó szokásomat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mikulás bácsi. A gyerekek nagyon vártak már, Mikulás bácsi. Igaz, gyerekek? Igen. És készültek is valami műsorra? Készültek is. Szép énekeket és verseket, Mikulás bácsi, meghallgatod? Meghallgatom, kíváncsian várom a műsorokat. Álljatok fel, Nyuszi csoportosok. Fogjátok meg egymás kis kezét. Hátsósor, menjek el, ügyesek. Yeah.
Mikulás bácsi, hallgass meg a gomba csoportosoknak a műsorát. Ők is nagyon készültek, ám nagyon vártam. Köszönöm, hogy megtaláltad.
Cinege, nem tudod már, akik lakszik a... Ebben az erdőben mindig menj jobbra. Most a nullal találkozom. Null, nem tudod már, akik lakszik a... Ezen a réten menj balra. Végül a postás bácsival találkozom. Postás bácsi, nem tudod már, akik lakszik a... Ezen az úton menj mindig ecsenes. Ez még egy cici-pici utcában nem érsz, ott lakik Lacika. Beszteledek, mi a télapó, odaért Lacika házához, nagyon bája nyitott ajtó. Itt lakik Lacika? Itt lakik, tessék bejön, Lacika már fekszik, mert egész nap a Mikulás várta. És elfáradt. Milyen jó, hogy itt vagy télapó. Fontos dolgba kell beszélni vele. A nagymamám vette szánkót, de nincs hót. Hoznál nekem sok-sok ropogós halat. Hozok neked most pedig fekintre. Télapó az eljárás, hóbolt le. Hát gyermek felkiáltott. Köszönöm szépen!
Minden tetszik, a tánca, jó? Ugye töltve, minden tetszik.